Köszöntöm Önöket, mai vendégünk Teleki Zoltán, Karcag város megbízott rendőrkapitánya. Szeretettel köszöntöm kapitány úr stúdiónkban, örülök, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is üdvözlöm és köszöntöm a televízió nézőit. Milyen állománnyal működnek jelen pillanatban a karcagi rendőrségen? A karcagi rendőrkapitányságon február 1-ével a szervezet átalakításra került. A státuszok száma 9 fővel emelkedett, ami nem azt jelenti, hogy 9 fővel több rendőr lett a karcagi rendőrkapitányságon, hanem a korábban státusz feletti kollégák kaptak státuszt, így nem kellett senkit elküldenünk, tehát azt mondhatom el, hogy jelenleg az állomány táblánk az 3 hiány, teljesen föltöltött 3 létszámunk hiányzik jelenleg. Milyen személyi változások történtek az elmúlt évben, a 2012-es esztendőben, erről mit tudhatunk? Hát természetesen azt mindenki tudja, hogy január 1-től Szitál Ferenc alezredes úr lett megbízva a kapitányság vezetésével, aki október 1-én Kistelekre kérte magát áthelyezésre, jelenleg ő a kisteleki rendőrkapitány. Egy pályázat került kiírásra, amely pályázatot követően Farkas József rendőrezredes, megyei rendőrfőkapitány úr engem bízott meg a kapitányság vezetésével. Ezt követően, mivel én korábban a bűnügyi osztályvezetői beosztást töltöttem be, gondoskodnom kellett arról, hogy a bűnügyi szakterületen egy vezetőt pótoljak magam helyett. A megyei rendőrfőkapitányság állományából Szendrei Kálmán rendőr hadnagyúr került megbízásra a bűnügyi osztályvezetői feladatok ellátásával. Az egyéb vezetői beosztásokban változás nem történt. Ugyanaz a vezetői kar működik a rendőrkapitányságon, ami korábban, illetve hát annyit kell még hozzátenni, hogy kisújszállási rendőrös parancsnok az 2012. május 1-ével Borók Tibor alezredes úr lett, aki szintén a megyei rendőrfőkapitányságról került a korábbi beosztási helyére visszahelyezve. A legutóbbi, a múlt havi önkormányzati ülésen Karcagváros képviselő testület elfogadta a tavalyi évi beszámolóját. Nézzük át most a bűnügyi helyzetet. Hol állunk a megyében? Milyen bűnesetekről beszélhetünk? Mi az, ami csökkent, mi az, ami nőtt? Hát a beszámolót nyilván a televízió nézők, aki megtudta, az a médiában tudta követni. Volt egy bűncselekmény szám növekedés a 2012-es és 2011-hez képest. Egy dolgot tudni kell, az a statisztika, ami alapján dolgozunk, az egy eltolt statisztika, az kb. Egy fél éves eltolódással hozza az eredményességet, illetve a regisztrált bűncselekményeket. Ezen tendencia megtört, már a 2012-es év második felében egy csökkenő trend következett be a rendőrkapitányság illetékességi területén, ami tovább folytatódott az első negyed évben is. Most már ki tudom jelenteni, hogy egy 40%-os bűncselekmény csökkenés van az előző esztendőhöz képest, illetve a nyomozati eredményesség terén is ott viszont pozitív elmozdulás történt. Körülbelül egy másfélszeres nyomozati eredményességgel bírunk most, mint a tavalyi év hasonló időszakában. Amit el kell mondanunk, az úgy gondolom, hogy az, hogy a rendőri intézkedések sokkal fokozottabbak lettek mind a Karcag városában, mind az illetékességi területen. Pont ezt akartam megkérdezni, hogy ez minek tudható be, ez a 40%-os csökkenés, illetve az, hogy több felderítést végeztek. Ha a közrendvédelmi statisztikát elemezzük, akkor abból megállapíthatjuk, hogy mind a kényszerítő eszközök, mind az elfogások, előállítások száma, a fokozott ellenőrzések, akciók száma jelentősen növekedett 2012-ben a 2011-es esztendőhöz képest. Ezzel viszont ellentétesen csökkent a kiszabott helyszíni bírságok száma, tehát nem igaz az a hír, hogy itt több helyszíni bírságot szabtak ki a rendőrök. Egy 60 darabbal körülbelül kevesebb helyszíni bírság került kiszabásra. Természetesen a bírságok összege az emelkedett, hiszen 2012. április 15-én hatályba lépett a 2012 évi 2-es törvény, az új szabálysértési törvény, amely alapján megemelkedtek a bírságösszegek, illetve olyan szabálysértések is helyszíni bírságolhatóvá váltak, amelyek korábban nem voltak azok. Úgyhogy maga a bírságösszeg emelkedése az ennek köszönhető, illetve
Ezek a kényszerítő eszközök számában történő növekedés, elfogás, előállítás, ez mind azt jelenti, hogy az állomány sokkal hatékonyabban és intenzívebben látja el a feladatát, még inkább nem mennek el a jogsértések mellett, hiszen a rendőrnek törvényi kötelezettsége, hogyha jogsértést észlel, akkor intézkednie kell. Ezt ő nem döntheti el, hogy intézkedik vagy nem, erre kötelezi a törvény, abban már dönthet, hogy milyen szankciót alkalmaz, ami természetesen a figyelmeztetés, a helyszíni bírság, illetve a feljelentés lehet, amelyen belül döntési jogosultsága van. Ezt a statisztikát átolvasva, hát ugye én nem vagyok rendőr, nekem nem olyan sokat mond, a számokat néztük. Azt lehet látni, ugye, hogy minden csökkent, van egy ilyen sor, hogy a vagyon elleni bűncselekmények száma, darabszáma az nőtt. Ez miért, itt a betörésekre kell gondolnunk? Hát a vagyon elleni bűncselekményekben benne vannak a lopások, a betöréses lopások, a csalás, a sikkasztás. Azt tudni kell, hogy a rendőrkapitányság illetékesség területén is Karcagon is a összkeletkezett bűncselekményeknek közel 70%-át a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki. És hát ezek nagy része a lopás, illetve a betöréses lopás, a legtöbb a lopás, és hát ennek a száma nőtt. Nyilván ennek több összetevője van, hozzájárult az a gazdasági környezet, az a gazdasági helyzet, ami az elmúlt időszakban bekövetkezett, ugye egyre több munkanélküli lett, úgyhogy mindent a rendőrség nem tud megoldani, a gazdasági problémákat, de természetesen rendészeti eszközökkel, amit lehet, azt mi kezelni tudunk és kezelni fogunk. Milyen terveik vannak erre vonatkozóan? Hogy lehetne ezt még egy picit csökkenteni? Csak is a megelőzés a legfőbb célunk, hogy ne következzen be bűneset, ehhez pedig az kell, hogy a rendőr mindig látható legyen, mindig a közterületen legyen, és vagy már az maga visszatartó erő, ha ő a közterületen van és látják, vagy ha bekövetkezik bármilyen esemény, akkor egyből ott tudjon lenni, és még ott tetten tudja érni az elkövetőt, vagy a lehető leghamarabb tudjon az elkövető nyomába szegődni, és elfogni az elkövetőt, és ehhez kapcsolódik az a szigorú gyakorlat, amit bevezettünk, hogy amennyiben lehetőség van rá, és a törvényi feltételek fennállnak, mi az őrizetbe vétel lehetőségével minden esetben élünk, és az előzetes letartóztatást indítványozzuk. Ez a tavalyi évben 68 főőrizetbevételt jelentett egész évben. Május... Ők ugye 72 óráig, vagy meddig lehet indoklás nélkül valaki őrizetben? Hát indoklás nélkül nem lehet őrizetben, de indoklással 72 órára az őrizet, és azon belül kell az ügyészségnek eldönteni, hogy vagy tesz indítványt a bíróság felé az előzetes letartóztatás vonatkozásában, vagy pedig a szabadlábra helyezését rendeli el a fogvatartottaknak. A tavaly 68 ilyen eset volt, május 1-től összesen 61, tehát ez is az év második felében fokozódott. Azt tudom mondani, hogy január 1-től idén a tegnapi nap a 43. őrizetbe vett személy volt, akit őrizetbe vettünk, hiszen a bűnelkövetők, hogyha a szép szóból nem értenek és többször követnek el bűncselekményt, én úgy gondolom, hogy az az egy visszatartó erő van, és a társadalmat úgy tudjuk megvédeni az újabb jogsértéstől, ha ők hűvösre kerülnek, ott nem tudnak elkövetni bűncselekményt, és ezáltal is fog csökkenni a keletkezett bűnügyek száma. Szerintem fontos lehet még a lakosság aktivitása is, hiszen az, hogy a rendőrök jelen vannak az utcán, azért tudjuk, hogy nem véges a rendőri létszám sem. Tehát mit javasol a lakosoknak? Figyeljünk jobban egymásra, szóljunk, ha esetleg elutazunk, szóljunk a szomszédunknak, hogy nézzen rá a házra, hogy esetleg ne illetéktelenek, ne pakolják ki az összes berendezést, a televíziót, stb. Hogy mit lehet tanácsolni ilyen helyzetben? Minden fórumon elmondom, és itt is el kell, hogy mondjam, hogy a polgárőrség, mezőőrségnek is nagy köszönettel tartozunk, velük napi szolgálatellátás folyik, és az ő jelzéseik alapján is sok bűnesetet föl tudunk deríteni, illetve az ő jelenlétük is megelőző hatással bír, de természetesen az, hogy figyeljenek egymásra az emberek, hogy ne hagyják az értékeiket őrizetlenül, hogy elutaznak, bízzanak meg az ingatlan felügyeletével más szemét, és rendszeresen ellenőrizzék, ez nagyon fontos. És amit kérek mindig, hogyha idegeneket látnak a városba, idegeneket látnak az utcán, akik házalnak, akik mindenféle ürüggyel próbálnak bekéreckedni, főként az idősebbekhez, akkor azonnal hívják
a vezetékes telefonról a 107-et, ami a karcagi rendőrkapitányságon csörög, vagy a 112-t, az a megyei rendőrfőkapitányságon csörög, és kérjék a karcagi rendőrkapitányságot. Ha mobiltelefonról telefonálnak, akkor a 107-es számot hívva, vagy a 112-es számot hívva, szintén ezek ingyen hívhatóak, szintén a megyei rendőrfőkapitányság központja fog kapcsolódni, és ők tudják kapcsolni a karcagi rendőrkapitányságot, és tegyenek bejelentést, és a rendőr meg fog jelenni, hogyha nincs félnivalója az utcában lévő személyeknek, akkor megvárják a rendőrt, ha nem, akkor vagy elspudiznak addig, vagy pedig el fogjuk fogni. Egy dolgot ki tudok jelenteni, a rendőrség nem ad ki senkinek semmilyen olyan engedélyt, hogy adományokat gyűjtsön a városba, vagy bármelyik településen, bármilyen beteg gyermek képét mutatva. Itt fölhívnám fokozottan a figyelmet azokra a trükkös lopásokra, amikor különböző szolgáltató munkatársainak adják ki magukat ezek az emberek, és túlfizetést, vagy pedig bármilyen ellenőrzést imitálva próbálnak bejutni az ingatlanba. Általában mindig többen vannak, mert van, aki a figyelmet eltereli, és van, aki addig kutat a házba. De olyan is előfordul, hogy az önkormányzattól jöttünk, ezt mondják, legyenek bizalmatlanok, főleg az idősek, de a fiatalok is, és akkor mondják azt, hogy rendben van, mutasson igazolványt, ha mutat, akkor én még azért betelefonálnék a rendőrségre, várja már meg, hogy mert én nem bízok magába, és addig ne engedjék be az udvarra sem, hogyha valóban attól a szervtől jött, akit mond, akkor meg fogja várni a rendőrt, és nem fog elmenni, ha pedig nem, akkor lehet, hogy gyorsan elmegy, de megelőztünk egy bűncselekményt, és akkor is hívják a rendőrt, hogy hát ha a rendőr valahol még föltalálja és igazoltatni fogja, megnézi, hogy mi van az autójába, vagy mi van nála, lehet, hogy egy korábbi bűncselekményt már elkövettek, és éppen azt fogjuk tudni földeríteni, vagy nem követtek még el, de akkor rájönnek, hogy itt aztán nem is érdemes próbálkozni. A múltkor interjúnk során erről a témáról már beszélgettünk, ugye akkor is kérte a lakosságot, hogyha bármilyen dologgal találkoznak, azonnal szóljanak önöknek. Történtek-e ilyen bejelentések? Igen, el tudom mondani, hogy van ilyen bejelentés. Tehát aktív a lakosság. Igen, tehát, és, de azt azért mindig el kell mondom, hogy ismételni kell ezeket a felhívásokat. Bármilyen fórumra megyek, a nyugdíjasokat érintően, vagy pedig a fiatalokat, ugye két veszélyeztetett korosztály van, a nyugdíjasok, akik már nem annyira tudják úgy megvédeni magukat, illetve a fiatalok, a 14 év alattiak, akik még nem tudják megvédeni magukat, és a kollégáim is folyamatosan járják az iskolákat, prevenciós bűnmegelőzési előadásokat tartanak, illetve én magam az idősebb szervezetek előadásaira nagyon szívesen megyek a meghívásokra, és ott minden esetben felszoktam szólalni. És van hatása, tehát érkeznek bejelentések. Minél többet szeretnénk, minél több ilyen bejelentés van, mi annál jobban örülünk, mert a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt. Tehát úgy gondolom, hogy az a cél, hogy be se következzen semmilyen esemény. A beszámolóját olvasgatva, ugye most rákérdezek majd egy-két dologra, ami úgy érdekesebb lehet, például a családon belüli erőszak. Ez mennyire jellemző városunkra, vagy itt a hatósági területükre? A családon belüli erőszak körében nagy teher hárul a rendőrségre, de ellátjuk a feladatunkat. Minden esetben vizsgálnunk kell, hogyha hozzátartozók között történik az erőszak, a ideiglenesen távoltartás lehetőségét, és nekünk ilyenkor 72 órán belül a bíróság elé kell küldenünk, a bíróságra meg kell küldenünk az anyagot, ahol a bíró vagy elrendeli az ideiglenesen megelőző távoltartást, vagy pedig nem. Hát ez számszerű adatokban most nem nézek bele a labba, de úgy gondolom, hogy legalább egy 50-100%-os növekedés valahol e között volt 2012-ben a korábbi évekhez képest, hogy ez minek köszönhető, több összetevője van. Nyilván a gazdasági helyzet, ha a családok szerényebben élnek, esetleg a konfliktusok már nem úgy oldódnak meg, és tetlegesség alakulhat ki, illetve hát a látencia, nem tudom, hogy korábban mennyire volt jellemző, és ugye ez az új jogintézmény, hogy bevezetésre került, lehet, hogy bátrabban mernek szólni a hatóságokhoz. Minden esetben vizsgáljuk azonban emellett azt is, hogy megvalósul-e más bűncselekmény, esetleg személyszabadság megsértése, könnyű vagy súlyos testi sértés,
akár kényszerítés, és ezekben az esetekben akkor a büntető eljárást megindítjuk. Uzsora jelenség mennyire jellemző a területünkre, milyen a felderítettségük e tekintetben? Nem lehet azt mondani, hogy fehér folt lenne Karcag az uzsora vonatkozásában. Itt is jellemző az uzsora bűncselekmény. Az elmúlt esztendőben több büntető eljárást indítottunk uzsora bűncselekmény elkövetése miatt, illetve jelenleg is vannak előzetes letartóztatásban uzsora bűncselekmény elkövetése miatt gyanúsítottak. Azt tudni kell, hogy nagyon nehéz a bizonyítása, hiszen egy függő viszony alakul ki a kölcsönadó és a kölcsönvevő között, és sokszor akkor szerzünk tudomást az esetről, amikor már nagyon nagy a baj, és nagyon nehéz bizonyítani ezeket a bűncselekményeket. Azt tudom elmondani, hogy a rendőrség figyelemmel kíséri, és nincsenek biztonságban az uzsorások Karcagon, tehát üzenem nekik, hogy van félnivalójuk. Jelenleg is van büntetőeljárás folyamatban, és hát egyéb eszközeink is megvannak ilyenkor, amit föl is használunk ennek a felderítése érdekében. A városban több ponton is működik térfigyelő rendszer. Ez mennyire hasznos egy város életében? Például bűncselekmények vagy balesetek tekintetében vették-e már ennek hasznát? Természetesen, hogy vettük, sőt, több bűncselekményt derítettünk föl a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése során. A polgármesteri hivataltól, az önkormányzattól azt az ígéretet kaptuk, és ezt nagy várakozással, nagy reményekkel várjuk, hogy ez a kamerarendszer bővítésre fog kerülni. Például most ugye a pécsi esetek kapcsán ott is ugye hallottuk, hogy nagy hasznát vették a bűncselekmények elkövetése során. Így van. Egy picit azt kell elmondanom, hogy a környező településekhez képest Karcag egy picit elmaradottabb a közterületi kamerarendszer kiépítésében. Nyilván ennek megvannak azok a feltételei, ami nem a rendőrségre tartozik, de az önkormányzat, én úgy tudom, hogy ezen gőzerővel dolgozik, és folyamatos kapcsolatban állunk ezzel kapcsolatosan polgármester úrral, alpolgármester asszonnyal, úrral, illetve a képviselőkkel, és tervben van a fejlesztése ennek a kamerarendszernek. Ezzel kapcsolatosan konzultáltunk is már, a javaslatokat a rendőrség megtette, hogy melyek azok a pontok, ahol indokolt lenne a térfigyelő kamerák további elhelyezése, és nyilván ennek megint egy visszatartó ereje van, és ez teljesen egybecseng azzal, hogy előzzük meg a jogsértéseket, előzzük meg a bűncselekmény keletkezéseket, hiszen ez az érdekünk, a közös érdekünk. Az elmúlt hónapok során itt voltak a készenléti rendőrség állományának tagjai, ugye ilyen kiemelt rendőri jelenlét volt itt a térségben. Befejeződött ez az akciósorozat, vagy még esetleg tart? A beszámolókor is elmondtam, hogy Karcag városában a készenléti rendőrség nem teljesített szolgálatot. A térségben. A térségben három veszélyeztetett településünk van, Kunmadaras, Kunhegyes és Kenderes, és a készenléti rendőrség erői az egész megye területére voltak vezényelve, ebből kapott a karcagi rendőrkapitányság is. Még a tegnapi napon is volt készenléti erő a területen, és amennyiben lehetőség és mód van rá a továbbiakban is, a főkapitány úr ígérete szerint fog jönni a készenléti megerősítő erő, illetve a megyei rendőrfőkapitányság Tisza-Mektó osztálya, illetve a megyei forgalom ellenőrző alosztály tud segítséget nyújtani a nagyobb közterületi jelenlét biztosításához, de természetesen a kollégákkal én már akkor tudattam, mielőtt ez az erő megérkezett, hogy ez csak ideiglenes állapot, tehát folyamatosan nem fog itt állomásozni készenléti rendőrség, és a helyi kollégáknak ugyanúgy kell dolgozni és tenni a dolgukat. Azt elmondhatom, hogy az első negyed évben, annak ellenére, hogy a készenléti rendőrség a területünkön volt, és az ő intézkedéseiket azt ők saját maguknak statisztikázták és mutatták ki, semmivel nem csökkent a mi állományunk intézkedése, sőt növekedés van a tavalyi évhez képest, tehát az intézkedési aktivitás az nem csökkent azért, mert idegen erő volt a területen. Egyébként sikeresnek ítélik ezt az akciót? Tehát, hogy itt voltak és besegítettek? Én úgy gondolom, hogy a nagyobb közteti jelenlét szükséges volt ezekre a településekre, és nyilván az a bűncselekményszám csökkenés, az a 40%-kal kevesebb bűncselekmény keletkezés, sőt, valamivel több is, mint 40, ahhoz
hozzájárult a készenléti rendőrség jelenléte is a területünkön. Elkezdtek vagy belekezdtek egy razzia sorozatba itt a városban, folytatódnak ezek az akciók? Természetesen a továbbiakban is kiszámíthatatlanul fog megjelenni a rendőrkapitányság erői a településen lévő szórakozóhelyeken, a közszületeken, a frekventált hétvégi időszakok vonatkozásában. Ezt nem lehet tudni, hogy pénteken vagy szombaton lesz, de valószínű, hogy azért ezeken a napokon. Azt sem lehet tudni, hogy melyik szórakozóhelyen, de biztos észlelte már mindenki Karcagon, hogy szinte már minden szórakozóhely sorra került, és a továbbiakban is sorra fog kerülni. Úgy gondolom, hogy itt is a prevenció a fő célunk, hogy megelőzzük a jogsértéseket, megelőzzük azokat a esetlegesen bűncselekményeket, amik az ilyen szórakozásokból keletkezhetnek, illetve szót kell ejtenünk a kábítószerrel, pszichoaktív anyagokkal kapcsolatos jogsértésekről, és úgy gondolom, hogy ennél nagyobb visszatartó erő nincs, mint hogyha látják, hogy a rendőr ott van a szórakozó helyeken, hiszen akkor nem biztos, hogy azok az emberek, akik ezeknek az átadását felvállalták, ezek merik ezt a területünkön megtenni, akkor inkább lehet, hogy olyan helyre mennek, ahol kisebb a kockázat, és hát nincsenek biztonságban. Az elmúlt időszakban is fogtunk el kábítószer terjesztőt, aki jelenleg is előzetes letartóztatásban van, és nyilván minden eszközt megragadunk, hogy ezeket a jogsértéseket is visszaszorítsuk, hiszen úgy gondolom, hogy a fiatalok szórakozása az lehet kultúrált módon is végbe mehet, és nem szükséges ahhoz, hogy itt egyéb szereket áruljanak, illetve bármire rászoktassák ezeket az akaratukban még nem teljesen kialakult személyiségeket, hogy mi a helyes és mi nem. Ezzel kapcsolatosan egy másfél hónappal ezelőtt is volt egy nagyszabású akció, amikor, de úgy gondolom, hogy erről már beszámoltam, amikor több fiatal került előállításra, akik ilyen tudatmódosító szereket használtak. A közelmúltban fogadóórát tartott. Miért szükségesek ezek a fogadóórák, illetve milyen problémákkal keresik föl ilyenkor önt a lakosok? Minden hónap első hétfőjén van a kapitányi fogadóóra, amikor természetesen hivatali munkaidőben minden bejelentőt várok. Már most is van a következő fogadó napomra bejelentkezés. Be kell jelentkezni, vagy elég, hogyha csak oda megy valaki, de akkor ugye nem időpontra megy? Nem szoktam elküldeni senkit, ha nem a fogadó napon jön, akkor sem ezt tudják. Esetleg olyan előfordulhat, hogy nem vagyok benne az épületben, nem vagyok Karcagon, és nem tudom akkor fogadni, de pont az elmúlt héten volt egy idős bácsi, aki az egyik nap keresett, amikor nem voltam elérhető, és másnap újból bejött, és nem volt fogadónap, és megbeszéltük azokat a problémákat, ami őt bántja. Úgy gondolom, hogy minden lakost meg kell hallgatni, és őtőlük közvetlen információt tudok szerezni arról, hogy esetleg mik azok a területek, amire még inkább oda kell figyelni, úgyhogy azt nyugodtan tudom állítani, és merem kijelenteni, hogy senki nincs elküldve akkor sem, ha nem a fogadó napon állít be hozzám, esetleg lehet, hogy várni kell egy picit többet. Sokan vannak egyébként ezeken a fogadóórákon? Annyira túl sokan nincsenek, de mindig jelentkezik valaki, akinek van problémája. A 2013. évre ugye már egy negyed éve eltelt, milyen fontosabb célkitűzéseik vannak? Hát ahogy a beszámoló során is elmondtam, a bűnüldözés során elért eredmények fokozása az elsődleges célok között van, a regisztrált bűncselekmények számának a csökkenése. Úgy gondolom, hogy súlyozottan kell, hogy érvényesüljön az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló bűncselekmények elleni fellépés. Itt gondolok a betöréses lopásokra, illetve lopásokra, ezeknek a nyomozás eredményességét továbbra is javítani kell. Kiemelt figyelmet kell fordítanunk, mint ahogy már említettem korábban, a két veszélyeztetett korosztályra, az idősekre és a fiatalkorúakra, az őket ért bűncselekmények megelőzésére, az iskolai erőszakot is beleértve, hiszen többször jön bejelentés hozzánk, hogy egyes iskolákban jogsértő cselekmény történik. A közszületi jelenlét fokozása a célunk. Nyilván van egy adott létszám, úgy gondolom, hogy annál, tehát amennyi rendőr van, annál többet nem lehet a területre vezényelni, viszont az, hogy ez minél inkább látható legyen, és minél inkább egy intézkedő és az állampolgárok érdekében dolgozó rendőrség legyen, ebben a vonatkozásában van mit tennünk.
és a rendőrség szolgáltató jellegét is tovább kell javítani. Úgy gondolom, hogy a baleset megelőzésről nem szóltunk még, és ez is egy fontos területe a rendőrkapitányság munkájának. Itt szinte napi rendőri akciók vannak. A Trafipaxot elég sokan látják a városba. Hát nyilván ennek sok mindenki nem örül, de számtalan bejelentés van, hogy a motorosok, a gépkocsi vezetők hogy randalíroznak a városba. Ugye itt a tavasz és itt a városháza előtti útszakaszon, ugye? Igen, hát fogócskát játszunk, mióta én rendőr vagyok, azóta ez a fogócska megy, és nem gondolom, hogy ezt meg tudjuk változtatni egy-két év alatt, de... Hát néhány bírsággal talán. De erre is megvan a koncepció, amit én a képviselőtestület előtt fölvázoltam, hogy hogyan lehet ezzel kapcsolatosan valamit tenni, és nyilván a kollégák az eligazítások során ezt nagyon jól tudják, hogy mit, hogyan lehet végrehajtani, hogy ezzel kapcsolatosan föllépjünk. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a önkormányzatokkal, a járási hivatalokkal, a civil szervezetekkel a kapcsolat az napi szintű legyen, naponta értesüljünk a problémákról, hogy azonnal tudjunk reagálni, és itt tényleg csak köszönettel tartozom, hiszen egy olyan bizalom övez a település önkormányzatainak a vezetése részéről, a személyemet is egy olyan bizalom övezés ezen keresztül magát a karcagi rendőrkapitányságot, amit az összes kollégám nevében meg kell, hogy köszönjek. És hát a térfigyelő rendszer volt még egy fontos dolog, amiről már szót ejtettem, hogy annak a fejlesztése fontos. Nagyjából ezek a fő célkitűzéseink a 2013-as évre, és ehhez kell megnyernünk a lakosságot, megnyernünk a civil szervezeteket, a polgárőrséget, a mezőőrséget, hiszen önmagában a rendőrség úgy gondolom, hogy csak önmagában nem elegendő, hogy ezek a célok megvalósuljanak, és hát nyilván a jövő év beszámoló során fogunk tudni arról majd beszámolni, hogy a kitűzött célokat hogyan tudtuk teljesíteni, és mi valósult meg belőle. Úgy gondolom, hogy jó úton járunk, ezt az első negyed év már bizonyítja számomra, és továbbra is ilyen lendülettel fogjuk végezni a munkánkat. Kívánom, hogy ilyen lendülettel végezzék továbbra is a munkájukat, illetve az, hogy teljesüljenek az ezévi terveik. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, megosztotta velünk ezeket az információkat, és majd visszavárjuk egy következő interjúra. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és minden jót. Kedves nézőim, már megköszönöm figyelmüket.